Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Mit szeretne közölni veletek? Így hívom ezt a jóslást. Én 2004 óta főállásban, mondhatnám, jósnő vagyok, kártyavetőnő vagy asztrológus, és az a tapasztalatom, hogy a férfiak más kép beszélnek, mint mi nők. És mi hölgyek mindent olyan érzékenyen veszünk észre, ami úgy körülöttünk van, a beszélgetéseket is. Ez abból adódik, hogy a női energia és a férfias energia az más, van különbség köztünk. És mire kell odafigyelni, amikor beszélgetésekről, kommunikációról van szó? Ezért készítem ezt a felvételt, hogy mi hölgyek tanuljuk meg azt, hogy mit akar ő hallani, javítsunk azon, hogy a beszélgetések jobban alakuljanak ki, mert ez segít a párkapcsolatban. Itt a képen látjátok ezeket a virágos kártyákat. Ez az én kártya csomagom, tegnap érkezett meg német nyelven, de magyarul is jön, és az tart egy ideig, meg is rendelhető nálam. Így mutatom a csomagot, 110 kártya van benne, és minden virágnál oda van írva a jelentés is. Itt ezeken a képeken most németül, de magyarul is meg fog jelenni. Az első kérdés az, hogy mit szeretne közölni veletek. Ez a kártya itt jelent egy ékszert. Ez a jelentése. Ez az ékszer arra utal, hogy ő valami szépet szeretne mondani nektek. Vagy meg akar ajándékozni benneteket valamivel. Az lehet az ő szavai, vagy tényleg egy ékszer. Mindig vannak dolgok mindenkinél, amiről nem szeretne beszélni. Később talán igen, de a jelen pillanatban nem akarja ezt meghallgatni. Melyik téma az, amiről ő nem kíván beszélni? Ezt mutatja itt ez a kártya. Itt az igazság, vagy az igazságtalanságokról van szó. Az lehet egy bírósági ügy, vagy ha még nős, a vállás témája, mert az is a bíróságon keresztül történik. Vagy ha ti úgy érzitek, hogy ő megsértett benneteket, és ti ezt igazságtalanságnak tartjátok, arról nem kell, hogy beszéljetek, mert ő nem figyel oda, ezt nem akarja hallani. Vagy például, ha nála vannak igazságtalanságok, csalások vagy hazugságok, ő nem akar oda nézni, tehát ne közöljétek ezt vele, mert a jelen pillanatban ő erről nem akar beszélni. És a következő kérdés, ami szintén fontos, mit közöljetek ti vele, mit mondjatok neki, amire ő odafigyel. Ezt mutatja ez a kártya, a napot, a nyárt jelenti. Tehát az, hogy mit terveztek most a nyár folyamán, az lehet egy kirándulás is. A nap jelenti a ti nyitottságotokat, vidámságotokat, a kisugárzásotokat. Erről lehet beszélni minden, ami a vidáman történik. Mert pontosan ezek a témák, amire ő odafigyel, ezt szeretné hallani. És ez volt, ez a felvételem, mit akar közölni veletek.
És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!